Chuck Berry segítségével az 50-es, 60-as évek Amerikája is megjelent Trierben. Szóval Zsolti, ott hagytad abba, hogy Scott Williams nem kis meglepetésre, vagy nem tudom milyen meglepetésre, de megnyerte azt a Players Championship kört, de... Igen, ez korábban egyébként csak Krzysztof Ratajskinak sikerült, hogy úgy nyert Players Championship fordulót, hogy egyébként nem rendelkezett turkárda, hanem az egyéb versenysorozatokban, ugye ebben az esetben a Challenge Tourban mutatott teljesítmény alapján meghívták őt. És azon a tornán, azon a június 15-i Players Championship fordulón úgy nézett ki Scott Williamsnek az eredmény listája, hogy 6-3-ra legyőzte Gary Blades-t, majd 6-4-re Danny Begist, majd a 32 között 6-5-re, hoppá, Johnny Claytont. Utána jött a 16 között John Henderson 6-3-ra, majd a negyeddöntőben Rob Cross 6-4-re, az elődöntőben Chris Dobby 7-4-re, és a döntőben Nathan Espinel 8-5-re. Azt a mindenit. Tehát a csávó azért tud valamit. Az nem gyenge sorozat. Ráadásul ugye tegnap is nyert a lengyel Shaganski ellen úgy 6-5-re, hogy azért végig vezetett 3-1-re, 5-2-re, 5-5-nél utolérte a lengyel, de az utolsó szó Williams-é volt. Clayton pedig ugye most mutatkozik be a trieri versenyen. Utoljára a Dutch Masters-en szerepelt egy hete, ott kikapott azonnal az első körben Vatti Ménától. Az occok természetesen Clayton győzelmét sejtetik, 1-25, a másik oldalon a szorzó 4-szeres. 80-as folytatás Claytontól. És az az egy meccsük volt eddig egymás ellen? Azt megmondom őszintén, tudtam én, hogy elrejtesz még ilyen kis taposó aknát. Ja, ez csak egy költői kérdés, nem kértem, hogy válaszoljál. Az a baj, hogy neked a költői kérdéseid azok rendre arról szólnak, hogy most és azonnal meg kell, hogy válaszoljam. És ha nem válaszolsz, akkor napokig nem beszélek hozzád. Így van, az az egyetlen egy mérkőzésük volt egyébként egymással. Köszönjük. Szóval még egy kicsit olyan sötét ló Williams, de lehet, hogy nem sokáig, 140. Már is pont előnyben van. Clayton kezdte a mérkőzést, és már kiszállón. 134. És ennek a mérkőzésnek a győztesét egyébként a holnapi napon Nathan Espinel várja. 140. Williams is jó helyen van, 100 alá faragja le. Bull. Menni kell a tripla 19-re. Nem lesz meg a kiszálló. Igen. Igen. Tripla 16 vagy tripla 20. Öröktek ám az agytekervények. Na akkor nézzük a 81-et. Tripla 19, menni kell a 12-esre. És a bulla végére. Neki sem egy. Rá lehetett volna dobni ennyi erővel. Próbálta ő. 68-ról Clayton. Nem jön a tripla 20. Ott van a 16-osnál a dupla. Mi volt ez? Szimpla 8-as? Ez hogy? Az nagyon elcsúszott. Itt a bünti? Itt a bünti. Egyből lebrékeli Williams Johnny Claytont. Vezet az angol. Sem érti. Ez mi volt tényleg Claytonnak az utolsó nyila? A húzat? Az nem lehet, ez a másik irányból fúj. Igen. Fúli volt minden esetre. De a tényen ez nem változtat, Williams 1-0-ra vezetés, 140-nel kezdi a második leget. Nézzük, hogy Clayton tud-e valamit kezdeni ezzel a helyzettel. A másik Velsi superstar Gervin Price is itt van, ő majd Robbie John Rodriguez-zel játszik. Körülbelül olyan 8:30 környékén kezdődik a meccsük. 180! Tud ez a srác? Igen, és akkor így egyből értjük, hogy hogyan nyerhette meg azt a Niedernhauseni Players Championship fordulót, hát kb. Így. Azért nyugtass meg, hogy az nem a pizsama nadrágja, ami bejött. Hát nem tudok nyilatkozni, mivel nem ismerem Williams alvási szokásait. Hálószoba titkokat fedjünk fel. Nem, hogy egy szobában, még egy szállodában sem aludtunk szerintem. 61-ről 14 és a dupla 16. Igen. Most nem jön. Most nem, de még jöhet. A dupla 8. És kérdés, hogy Clayton 201-ről mennyire tud lejönni. Hát nem fog lejönni 100 alá. 99, után maradt 102, tehát a dupla 8-as. Az már a helye. 2-0-ra vezet.
Kereken 100,2-es átlag, ez 15 nyilas körátlagnak felel meg. És ugye 4/2-es kiszállózás. 140 Claytontól. És addig, amíg így a mérkőzésnek nagyon az elején vagyunk, gyorsan megemlíteném, hogy a mai napon rendezte a Magyar Dárt Szövetség a 2022-es Stíl Egyéni Nemzeti Bajnokság 5. fordulóját. Még zajlik a megmérettetés. Jelenleg a női döntő, ami akár egy ifjúsági döntő is lehetne, ugyanis a 17 éves Kovács Tamara, 14 éves Turai Krisztina ellen. Mennyi? 14? 14, azt jól hallottad. 180! Jelenleg Tamara vezet 5-3 arányban Kriszti ellen, és egyébként mind a ketten a szolnoki Bagyok játékosai, úgyhogy Szolnokon most nagyon örülnek a női verseny végkimenetelének. Hát, inkább Bagoly fiókák ők. Igen, és egyébként azt a mérkőzést követi majd a férfi döntő, amit a 16 éves Borbély András fog majd vívni a 40-valahány éves Takács Gáborral. Hát, figyelj, nem mondd azt, hogy nincs utánpótlás. Van. Hát ne viccelj már. Van bőven, úgyhogy. Hát nagyon jó. El vagyunk kényeztetve tehetségesebbnél tehetségesebb fiatalokkal, úgyhogy övék a jövő. Mi meg csak irigykedünk, hogy mi is lehettünk volna az ő helyükben, de hát nem lettünk. Bulla végére. Nincsen meg a kiszálló Williamsnek. Johnny requires 60. Clayton 20, dupla 20. Fölé. Picit alá kellene. Nem jó. Nem. Csak súrolta a drótot. Williams meglepheti megint hátsó pályáról. 13-ra megy, dupla 6. Jó helyen van az a nyíl. Az bizony is. Jó helyen van. Kétszer lebrékeli Claytont. Na minden itt. 43%-os kiszállózás Williamstől, ez teljesen rendben van. Claytonnak 3 kísérlete volt összesen a 3 leg alatt. Abból 2-t az előbb láthattunk, amit fölé dobott a dupla 20-nak. Igen, egy kicsit meg van zavarodva, de én még azért nem írnám le Johnny Clayton. Semmi esetre sem, azért Clayton is már sokat látott, sokat próbált játékos, úgyhogy addig, amíg az utolsó nyertes dupla nincs a helyén Williamstől, addig ez a mérkőzés biztos, hogy nem lefutott. 180! Szépen kidekorálta a tripla 20-as szektorkát. Jön a válasz. 180! És még egy kis mosoly is oldalra. Hol volt eddig ez a fiú, Scott Williams? Valahol Angliában bujdokolt. Őrület. 121 a folytatás Claytontól. Ez a 131,91-es első kieszi az, ami bődület nagy. Igen. 133! Hát és tovább javítja az átlagát, ez 108,3. Őha, egy kicsit meglegyinti a kiesés szele Clayton, de én azt gondolom, hogy ő bármikor képes extrára. 14-es, és a dupla 20. Pif neki, 11 nyilas játék. Nem tud hibázni, 4-0. Scott Williams, tényleg meg kell jegyeznünk ezt a nevet. Megbizony. És jó azért, hogy jönnek föl ilyen fiúk is az ismert sztárok mellé. 32 esztendős, különben Shaggy, ez a beceneve Scott Williamsnek. De azt írják, hogy 2018 óta dárcozik, az lehet. Előfordult. 4 éve ilyen szintre eljutott. Atyavilág. 2019-ben már a BDO-nál volt, és hát ha így folytatja, akkor a PDC-nél is nagy karriert futhat be. Egy BDO VB-n indult, ott kiesett az első selejtező körben. Azért láthatjuk a mezét Scott Williamsnek, hogy melyik sportszergyártó cégnek a szponzorátja, ugye ugyanennél a társaságnál van Phil Taylor, Raymond van Barneveld, Rob Cross, tehát azért ilyen illusztris névsorba nem akárkik kerülnek be, úgyhogy valamit tudnia kell Scott Williamsnek. Igen. Megvan a 25-ös, tripla 20, nem lesz meg a kiszálló Claytonnak, viszont talán most még aggódnia nem kell, ugyanis Williams 204-re jön mindössze. De van 3 nyila kezében. Hát ezt most elrontotta. Kettős break előnyén, 4-0-ás vezetésnél talán ez még a belefér kategória. Majdnem eldobta, félúton megállt.
nem is sikerült a harmadik. 37, volt a három. Igen, de ő ugye azért állt meg, mert szerintem nem jó szektorra akar dobni, ugye az volt a cél, hogy kiszálló maradjon. Ez megvan. Az első Clayton legre eddig kellett várni. Így nem volt jelentőség, hogy mit hagyott Williams. Clayton megoldotta a 70 pontot. 4-1. Nem mondom, hogy Clayton nincs kint, vagy kint van már a vízből, mert nincs még kint a vízből, de legalább nem süllyed tovább, legalábbis egyelőre úgy tűnik. Tudom, hogy a vadászgörény mennyire irtózik a víztől. Szeretnek úszni. Szeretnek úszni? 180! Bizony szeretnek. De ez a maximum. Mind a ketten százas átlag fölött. Azért mondom, hogy hiába volt 4-0, Claytont komolyan kell venni az utolsó pillanatig. Jó a negyedik. Az ötödik alatta. Közönség meg azt hitt, hogy mind a három benne volt. Sőt, hát néhányan még a táblát még így fönntartják. 91 Williamsnek. Szóval ez a European Darts Match Play, ugyanitt szemvizsgálat ingyenesen. 180! Na most már lehet emelni a táblákat. Na most meg volt, aki nem emelte. Jó, hát nem Forma 1-es pilóták ülnek ott, hogy Uber, igen, de németül kéne mondani, tudod? Igen. A reakció ide egy picit lassabb, meg hát nyilván megvan közben 12 nyilassal Claytonnak. Villám gyorsan, két velszileg. Hát nyilván a elfogyasztott alkohol mennyiségével egyenes arányosságban megnövekszik a reakcióidő is. Ez sajnos így van, igen. De ugye itt nem szondáztatják a nézőket. Nem. Azt hiszem. Majd, hogyha kimennek a csarnokból és kocsiba akarnak ülni, akkor és a volán oldalára akarnak ülni, akkor esetleg szondáztatják őket. Addig nem. A bokorban megbújva a yard. Most már Clayton átlaga ment 100 fölé. Williams egy picit behúzta a féket itt 4-0 után. Remélem nem hitte el ideje korán, hogy megvan ez a mérkőzés, tehát úgy néz ki, hogy nem. 180! Most ébredezik. Tudja ő, hogy van itt még neki bőven teendője. És ha nem lesz észnél Clayton, akkor lehetne még egy break is. Ez nem volt valami frankó három nyíl. 191-en hagyja magát. Engem? Magát bizony. Marad a 81 Félix magát. Az jó. Tripla 13, nem? Tripla 17-re ment volna, így marad az 54 pont. Komoly esély Williams előtt. Nem jön a tripla. 12. És a bull. És az most igen! Megcsinálja! A mindenit 5-2-re elhúz. Volt 4-0, aztán 4-2, megcsillant a remény Claytonnál, és most megint letörik a lelkesedését. És talán most jelenthetjük ki először a mérkőzés folyamán, hogy bajban van Johnny Clayton, ugyanis Williams kezd a mérkőzés megnyerésért. Zsinórban 4 leget kellene nyernie a Velszinek, úgyhogy abból 2-t nem ő kezd. Igen, de nincsen tripla Williamsnél, tehát Clayton még megragadhatja a veszett fejszenyelét. 97. Vagy a veszett nyíl testét. 60. Nagyon rosszul kezd Williams, két gyenge kör. És jó a reakció Claytontól. Jó a reakció Claytontól. 140. Nem hagyja annyiban. Ez még az előző megnyert legutáni reakciója Williamsnek. Nem, ebben a legben nem megy neki. Pont amikor a legfontosabb lenne. Kell a két tripla innentől kezdve Claytonnak, hogy kiszállón legyen. Egy van. Így viszont nincs kiszállón. Williamsnek kell a 180. Egy tripla megvan. Így nem lesz kiszállón. 140. Egy ilyesmi kellene Claytonnak is, hogy 40-re tudjon maradni. Olyan, mintha ő kezdte volna. Szép. Szépen kiemelni a harmadikat, úgy is van, 40 pont maradt, 104,23-as átlagon a Velszi jelen pillanatban. A
az parád, és... Egy félre csúszott, nem oda 120, szerette volna. 120. Dupla 20. Megvan. És megvan elsőre. 5-3. Tehát tud egyet brékelni Clayton. Feladat első felét megcsinálta, inkább első harmadát. Sőt, inkább a negyedét, ugye, mert kéne neki még zsinórban 3 leg a győzelemhez. És 41-jel kezd. Azt követően, hogy visszabrékel egyet, sikerül neki 41-jel kezdeni a sajátját. Ott jön egy tripla 20-as. 85. Williams ingatja a fejét. Nem mondom, hogy a legerősebb büntetés volt ez most az angoltól. Az átlagokat tekintve az egyik legmagasabb. A délutáni esti mérkőzéseket figyelembe véve. Eddig talán a V4 dobbi meccs volt a legjobb. Két tripla egyes, oda néz. 26. 26. És jön a tripla Claytontól. Na úgy néz ki, hogy sikerült rendezni a sorait. 140. Williamsnek kellene minimum 2, de inkább 3 tripla. Az nagyon, nagyon kiemelve, és az meg alá. Nagyon alá. Csak egy tripla jött. Na, 220 felett, volt egy ilyen Neoton számos már alatt. Az benne van. 120. Marad a Shanghai. Egy tripla. Kell még egy Williamsnek. Nem jön azonban, 192 marad. Hatnyila van Claytonnak, 120-ra. Lehet, hogy elég lesz a három is? Dupla 20. Ugyan! Gyönyörű Shanghai! Hey! 5-4 Williamsnek. De most Williams kezd, és ez számára a mérkőzés legfontosabb legje. Egy átmegy az egyesbe, a tripla. Nem lehet nyugodt Williams. Jön a bünti. Mondom én. Hát 81. Pont, hát ez egy pont előnynek, pont előny, pont előnynek, pont előny, de azért ez még nem a megnyugtató kategória. 100. Williams. Egy triplányi különbség, az könnyen eltüntethető. Jó társaságban röpül az idő. Nemrég kezdték a meccset, Zsolt, és mindjárt vége. 95. Nagyon dinamikus ez a találkozó is, akárcsak az első igen, volt. Igen, pörög a program. Igen, ugye 6-5 és 6-5 között is van azért különbség. Azt hiszem, 140. Mert ugye különbség és különbség között óriási a különbség, ezt tudjuk. Kellene a három tripla Claytonnak, nem lesz meg, így nem fog kiszállóra érkezni. Egy százas is jól jön azért. Hát nagyjából legál állás, de ez még Williamsnek kedvez. Váltás 19-re. És van tripla. Ami fontos volt neki. Clayton. Az jó. Az most is jó. Van. 135 marad a 90. Na és akkor 122 a mérkőzésért. 18-ason kell kezdeni. Megvan a tripla. Még egy kell. Ott van. És a dupla 7. Oh! Egy meccsnyíl volt már. Claytonnak kötelező jól válaszolnia. Megvan a tripla. Dupla 15. Még egy. Nem csinálja meg! Nem! Föl is sziszen Johnny Clayton a kiesés határán a Velszi. Dupla 7. Nem! Dupla 4. És az megcsinálja! Óriási meglepetés rögtön a második mérkőzésen itt az este folyamán. A Velszi, a 9. kiemelt Johnny Clayton búcsúzik 103,13-as átlag. Nem volt elegendő ahhoz, hogy tovább jusson. Az pedig ugye a torna eddig legmagasabb átlaga. Bizony. Hihetetlen. Bizony, és ez egy vesztes mérkőzésen átlag. Na elképesztő szóval. Küzdelem volt, és Scott Williams minden elismerést megérdemelt. Teljesen megérdemelt az, hogy tovább jutott. Nagyon szépen játszott. És ennyi. Espinállal találkozik a következő körben, mi pedig szünetet tartunk.